Na jó reggel, Vietnám üdv a csatornán képer jelentkezik a következő gameplay-jel, ami nem lesz más, mint egy Scrap Mechanic. Régen, nagyon-nagyon régen játszottunk sokat ezzel a játékkal, és arra gondoltam, hogy csapassuk újra, meg még ráadásul, hogyha már egyszer Mad Max-el játszom, akkor próbáljuk meg Mad Max-es dolgokat csinálni ebben a sorozatban. Az úgy, arra gondolok, hogy ugye a Mad Max-es járművek, helyszínek esetleg, vagy különböző objektumokat próbáljunk meg felépíteni. És a legelső dolog, amit megpróbálnék megcsinálni, ami nem lesz egyszerű, sőt, iszonyatosan bonyolult lesz, az nem más, mint a VAR rig, ugye a hadivas, a kamion a játékban, az a kettő darab V8-an megáldott, hatalmas nagy kamion, nem a játékban, hanem magában a filmben, ugye, aki nem ismeri, az keres. Van egy link, rakok egy linket a leírásba, hogy mégis miről van szó, azt próbáljuk ugye most megépíteni. Jó, akkor, fú gyerekek, nagyon régen játszottam ezzel a játékkal, úgyhogy lehet, hogy még ráadásul izé is leszek, váljatok? Jó, oké. Lehet, hogy még ráadásul béna is leszek. Ugye mindig az arányokat kell majd megtalálni normálisan ebbe a játékba. Várjatok, ki kellene pakolgatnom, hogy nekem milyen cuccok kellene. Ja, meg itt ráadásul mi ez? Offroad suspension, sport suspension. Úgy látom, hogy most már vannak újabb dolgok. Big wheel. A kerekeknél még mindig kettő van, azt nem bírom megérteni, hogy miért nem lehet skálázni a kerekek méretét. Oké, jó, van egy csomó mindenünk. Hát ennyi minden. Igazából nem is tudom, mióta nem játszottam ez a játékkal egy éve, hát ahhoz képest nem túl sok tárgy került be. Ez micsoda? Piszton, van már piszton is a játékban. De jó, gyerekek, régen ez nagyon fontos lett volna, hogy legyen. Logic Gate, akkor ez valami programozható dolog lesz. Logikus kapuk, vagy minek nevezzem. Ja, és controller. Jó. Motor engine, ugye electric engine volt, jó, hát szerintem álljunk neki, milyen small pipe. Long, small pipe, short. Úgy látom, hogy több pipe van. Több idom, de hát igazából olyan túl sok minden nem került be a játékba. Jó, amire nekem szükségem van, iron block. Azokat próbálom lerakni, amire szükségünk van, iron block. Ez milyen block? Ja, ez ilyen világító, az jó. Lerakom ugye a build, a build az itt van, akkor rakjuk le a big build. Hegesztő, azt hiszem van most már hegesztő, ugye? Azt hiszem ez a hegesztő, ez a handbook. Jó, van már hegesztő is, akkor ezt is, nem tudom, ide rakom mondjuk. Jó. Oké. És egyelőre, ez milyen blokk? Ez kő. Jó, ez nem érdekel minket. Na, akkor próbáljunk meg egy alvászszerűt létrehozni. Oké. És akkor arra fölpróbáljuk egyelőre a kerekeket, hogy milyen arányok vannak. Ez a big wheel, az meg a wheel. Uh-huh. Szerintem a sima wheel, az lehet, hogy kicsi lesz. Ugye az egy ilyen nagyon hatalmas. Ha jól emlékszem, nem is tudom milyen. Lehet, hogy Tátra. Vagy pedig nem is tudom, milyen alvázra építették azt az egész gépet, gyakorlatilag újra létrehozták. Úgyhogy ezt nem tudom, lehet, hogy a Big Wheel-lel kellene ügyeskednem. Hát ez meg lehet, hogy nagy. Nem, gyerekek, ezzel. Szerintem a Big Wheel-lel fogunk építeni, és akkor egy jó nagy üzét tudunk létrehozni, ugye? Jó. Oké, akkor csináljuk meg az alvázat. Várjátok, amire nem emlékszem, az ülés az hány blokk széles? 4 blokk széles, jó. Ugye ezeket is fontos tudni, ugye két üléssornak kell elférnie benne. Csináljuk meg az alvázat, csináljuk meg akkor a teljes mértékbe, akkor tényleg az alját a járműnek. Kicsit kihúzom erre is, mert hadd legyen. Jó. Hátul, nem tudom, ha jól emlékszem, nem dupla kerekek vannak, hanem hátul is ugye szimpla méretű kerekek vannak a gépbe. Ez lehet, hogy egy kicsit túlméretes lesz, nem tudom, hogy mennyire fog jól viselkedni. Jó. Hát igen, oké. Itt lesz ugye az engine. Gyerekek, ez nem lesz egyszerű, ez nem lesz egyszerű. Halljátok? Egy-két dolgot még ide szerintem berakom. Megpróbáljuk megépíteni, nem adjuk fel semmiképpen. Ez micsoda? Spotlight, lol. Igen, valami rács kellene most, arra pályázom.
Az elején hosszanti rácsok vannak, hosszanti rácsok lefele, úgyhogy azt kellene valahogy behozni. Hogy kell fordítani, gyerekek? Nem emlékeztek? Basszus, én nem. Aha, így. Így. Jó. Ez még az elejének jó is lenne, nem? Nem rossz. Vagy dupla szélességben nézzük? És akkor előtte meg van a tolólap, tudjátok. Megnézzük az arányokat. Kerekek, big wheel kerék. Ja, dupla lesz, dupla láccsal lesz. Kell nekünk kettő ilyen rács. Mondjuk. Hoppa, nem akartam kivenni. Kicsit az irányítása még bajosak a dolgok. Igen, így. Így. Jó, ez így jó lesz. Egy picit, akkor ezt visszaszedem. Hát igen, ki kell találni, ugye ebben a játékban mindig az van, hogy ki kell találni, hogy hogyan lesz frankó a dolog. Jó, és akkor ugye ennek volt egy keret része. Mindenképpen. Úgy. Fönt le volt sarkítva szépen. Van olyan is, hogy sarok. Hú, és nagyon össze kell szózni, gyerekek. Tökölős lesz, de mindenképpen komoly dolgokat akarok megépíteni. Van egy ilyen sarok, valami ilyen. Na, ez is kellene. Jó. Oké, az kár különben, hogy miért nem lehet ebben a játékban repülni. Vagy az még mindig nem lehet? Régebben nem lehetett, ugye? Mit cseszek el? És miért nem rakod demo-re? Én már ott álltam. Oké. Jó, akkor ilyen lesz az eleje. Erre venni fog nekem egy ilyen nagy tolólap, ugye. Kb. Ezek az arányok szerintem jók lesznek. A tolólap ugye valamilyen szerkezeten, mint egy ilyen bulldozernek a tolólapja, olyan szerkezeten az alvázhoz van csatlakozva, és az első kerék fölött elmegy. Úgyhogy az első kereket, azt meg kéne csinálnom, be kéne dobnom. Az első kerék az kb. Szerintem ide fog esni. Viszont nem ártana lengés csillapítók ellátni ezeket a kerekeket, meg az első keréknek még ráadásul fordulnia is kellene, mivel ugye az az irányított kerék. Úgyhogy ez megint itt egy kicsit. Addig ide rakom, csak hogy tudjam, hogy kb. Ilyen arányokat fogunk követni, oké? Okay? Úgy itt kell lennie. És akkor megcsináljuk a hátsó részt is, és akkor látni fogjuk, hogy ez hogy fog felépülni. Jó. Csináljuk meg a hátsó részt, ezt kicsit lehet, hogy beszűkítem. Nem lesz kicsi a gép, gyerekek, nem lesz kicsi. Úristen, hallod, ez nagyon brutál lesz. Ez nagyon eszméletlen atom nagy dög lesz ez a verda. Ezt a kereket ki is fogom menni. Ezt a kerék itt lesz. Ez a kerék, ez meg itt lesz. Nincs nagyon messze. Itt lesz. Szerintem nem, ez pont jó aranyok. Azt nem tudom, hogy az a kettő kerék az nem ér össze. Nagyon régen játszottam ez a játékkal, úgyhogy nem tudom tényleg, de lehet, hogy nem ér össze. Ha összeér, akkor majd kicsit előbbre visszük. Jó, akkor ezekkel az arányokkal dolgozhatunk. Szerintem. Ezt hogy tudom felfele vinni? Ez mi? Jé, ez nem volt régen, hogy ezt el lehetett menteni, de jó. Ez is egy hasznos dolog, hogy emelni és sülyeszteni lehet. Jó, akkor. Következő van, gyerekek. Hátulra is mindenképp lengés csillapító rendszer kell. Bár ezt a lengés kotlát nem tudom, milyen lengés csillapító fogja elvinni. Hát remélem, hogy azért működni fog. Most meg kéne tervezni, hogy kb. Meddig lesz, ugye a... Nagyon hosszú a... Szerintem egy eddig biztos. Nagyon hosszú a motortere ennek a járműnek. És elég hosszú a kabin rész, és elég kevés az a pont. Ma elég itt a végén fogja ugye a szerelvényt. Szóval itt van neki az a nagy tartálykocsi, amiben ugye szállították az anyatejet. Úgyhogy eddig szerintem, eddig lesz a motortér. Addig biztos, sőt még nem, eddig lesz a motortér. Nagyon hosszú a motortere.
Eddig kell motorteret építenünk. Nem tudom, ez a Bosch ez mennyire lesz nekem jó ötlet, mert lehet, hogy egy kicsit nehéz lesz. Lehet, hogy egy kicsit nehéz lesz a projekt. Az a baj, hogy egy nagyon kicsit egyébként fölfele orientálódik ugye a motortér. Tehát, hogy nem ilyen lapos, hanem ugye fölfele megy, úgyhogy egy kicsit kell majd egy ilyen olyan részt beleraknom, ami így megemeli. Ja, azt majd kellene vele. Mondjuk a két motor közé, az a baj, hogy nem tudok olyan rampát rakni, ugye. Ugye kettő darab engine lesz benne, kettő V8-as, az első az, ha jól emlékszem, kettő, a második az három darab beömlővel fog ellátódni. Jó, egyelőre akkor ezt így megcsinálom, és akkor a következő... Várjátok, ott lenne mondjuk az első engine. Az első engine az majdnem full elő van, ugye? Itt. És ugye kettő V8-as van benne, nem tudom, hogy ezt kell-e magyaráznom egyáltalán. Erről sem gondolkodok rajta, hogy legyen itt egy ugrat, vagy lépcső. Azt meg csak az a baj, itt tudnám megoldani. Nézzük, hogy néz ki jól, jó? Aha, jó lesz ez így, jó lesz ez így, gyerekek, csak szerintem egy kicsit előbbre kell akkor húzni. Jó lesz ez így. Ez nagyon adja. Nagyon jó lesz. Na, már most alakul. Esküszöm, valahogy már most érzem rajta, hogy nem szar a gép. Szerintem elfér a második V8-asod bőven, úgyhogy lehet, hogy nem viszem előbbre. Jaj, mi ez a kő? Miért hagytam itt? Első V8-as, második V8-as, sima liba. Hát lehet, hogy egy kicsit... Nem tetszik, bazze, az ilyenkor, amikor nem tetszik valami. Bocsi gyerekek, de ugye hát látvány az nagyon fontos, úgyhogy ez a tökölés van. Ki mondta, hogy fordítottalak? Na, így szerintem, így lesz a jó. Jó, el van osztva két fele, nagyon szuper. Akkor. Hát az oldalát is föl kéne végigrakni. Még az irányítás is vagyok teljesen tisztában, bocs érte. Jó lesz ez így, hogy az ott kiemelkedik, nekem tetszik. Jó lesz ez. Ez a forgatás is egy kicsit nyugos, de egyébként egész jó össze van ragva a játék. Ez miért ilyen karcos? Jó. Akkor ilyen lesz az eleje. Nagyszerű. Ilyen lesz az eleje. Két V8-as meg kéne építenünk. Megépítsük. Vagy pedig először építsük meg a kabinrészt. Szerintem lehet, hogy meg kéne építeni a kabinrészt. Mert nehogy az legyen, hogy elcsesszük. Ugye gyakorlatilag... Jó, csináljuk. Megépítjük a kabinrészt, oké? Kabin. Az úgy megy, ugye a kerekek fölé csúszik gyakorlatilag. Az elsők eddig kb. Fölé csúszik az a kupolás, az egész szekció. Hú, basszus, ez hogy van? Hogy lesz ez? Azon gondolkozom, basszus, már tényleg van. Bele vagyok egy kicsit keveredve.
Kicsit, mint hogyha kiállna, nem? Nem. Igen, ez a hátsó kerekek egy kicsit szűkebben vannak, az nem baj. Megcsinálom a széljevédőt, most sose árt. Várjátok, elfér egyáltalán kettő darab ülés egymás mellett? Ez lehet, hogy nem. Hol van? Hol vannak az ülések? Ez jó lesz. Nem fog elférni két ülés egymás mellett, az meg ciki lesz. Ugye? Yeah. Igen. Úgyhogy picit szélesíteni fogunk az egész rendszeren. Így. És akkor itt megyünk még egyet fel. Oké. Okay. És megnézzük így az üléseket, hogy befér-e. Aha, így pont be fog férni. Na, de tökéletes! Tökéletes, gyerekeljék! És itt lesz az ajtó. Jó lesz ez. Várjátok, hadd nézzek rá. Mi az? Beszorultam. Nagyon brutál lesz. Nagyon durva lesz. És ugye lefestjük feketére, amit kell, meg ezüstre, meg minden. Chrome-ra. Ha van egy chrome, lehet, hogy nincs chrome. Oké. Okay. És akkor a szélvédő az itt fog följönni, egyenlőre. Ez megint olyan lesz a szélvédő sajnos, hogy... Igen, és elég alacsony, ugye lapos szélvédője van. Ez egy középen osztása, amit nem fogok tudni berakni, hogy rohadjon meg. Pedig ott van középen, csak ugye a szimmetria már megint. És van egy törés még a tetőbe is. Ugye mert így jön egy kamion tető, és akkor utána jön az bogárhátú szerű. Amit tudom, hogy nem bogárhátú, hanem valami Amcsi Verda szerű. Valami Chevrolet, vagy nem tudom mi. Nek a tetejét kapja. Jó gyerekek, milyen élmény lesz megcsinálni a Monster Truckot is, meg a többieket? Az faszol lesz. Igen. Egyébként azért nem is tudom most elmagyarázni, hogy mit csinálok, mert próbálom kitalálni. Ilyenkor. Ja, meg van egy ilyen kinyúló rész is elé, ugye? Úgyhogy ezt nem is így kellett volna megcsinálni, hanem egy kinyúló részt rakni. Hát a keréken fel tudok ugrani. Úgyhogy ezt visszaszedem. Jöhet a tető. Így, és akkor erre kell egy ilyen kinyúló rész. Vagy pedig oda kellett volna, vagy pedig akkor... Nem akarok magas tetőt, mert ott még emelkedni fog, úgyhogy azért nem is. Mert ott ugye eddig elmegy, és akkor ott még lesz egy ilyen nagy bumfli rajt. Jó, menjen akkor. Hát ugye meg igazából nyitott a teteje is, ott van egy ilyen napfénytető-szerű akármicsoda. Mondjuk eddig eljön. Mi maga a kamionnak a teteje. Egy ilyen kamion-kabin, és akkor utána van hozzáépítve. Az a kupola-szerű, amit nem tudom, hogy fogok megépíteni. És kérdezzétek. És innen jöhet ez a kupola. Jó, próbálkozzunk összehozni. Imádom ezeket a vasokat egyébként. Jó, egyelőre akkor megyünk egy lapos tetővel. Két oldalt le lesz gömbölyítve, ugye? És az a kupola, az egy picit kiszélesedik. Ugye egy blokknyit lehet, hogy szélesítünk is rajt. Mondjuk menjen eddig. Így.
Így. És akkor most el kéne kezdenie, egy kicsit így lefele mennie. Ja, itt van, igen, itt van egy oszlás, és on, ó, igen, igen, most már rémlik minden, jó. Jó lesz ez. Kicsit lefele elkezd menni. Várjál, nincsen pup, nincsen pupos, nincsen pupos. Azt hiszem, hogy van, várjál, új, 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 akkor nagyon elbasztam, hogyha van pupos. Pupos idom. Á, itt a pupos idom! Kőhelyére rakjuk is. Pupos idom kell, gyerekek, meg rohadók! Pupos idom kell, hát akkor ezt olyan jó meg lehet csinálni. Beszorsz. Megyünk föl, aztán az, ott ide is pupos idom kell. Vajon nehogy lehessen, nem tudom, hogy csatlakozik. Jó, hát ez jó lesz. Jó, megvan oldva minden. Mondom, nem tudom, mit rakok. Megkérdezd. Az az igazság, meg se terveztem, hogy hogy lesz ez a kavion, én nekiálltam. Szóval így az egy kicsit nehéz. És akkor most megyünk lejjebb. Ugye megpróbáljuk megcsinálni az ablakrészt. Ugye úgy van, itt van egy osztás, és akkor itt jönne egy ilyen pupszerű. Hát azt nem tudom, az hogy lesz megoldva, mindegy. És hátul is majd az ablakot kivágom egyelőre, most örülök neki, hogyha így működik nekünk ez a projekt. Az. Nem lesz így jó. Nem lesz ez így jó. Bocs, nem lesz ez jó. Nem jó ez így. Mert annak a hátulja az valamennyire oké, hogy pupos, de nem ilyen izék, nem ilyen hurkákból puposodik, hanem akkor inkább csináljuk meg ilyenből. Aztán menjen lefele szépen. Itt az ablakrész, és akkor onnan még lesz egy pup. Jó, várjál, még egy kicsit lejjebb. Hú, bazze, nem tudom magyarázni, hogy mire akarok kiukadni. De majd meg fogjátok látni. Ugye van egy ilyen ablak, utána még van egy ilyen pup. Mint amikor a csomagtartója az autónak. Legalábbis én úgy emlékszem. Az ablakot majd kivágom. Ide még egy pupot rakunk. Így. És akkor oda kellene... Ja nem jó, még egy izét kellett volna. Várja, igen. És akkor az az igazság, hogy az első, hogy a kerekek fölé, ez föl magasodik. Hogy ugye itt jön, így jön valahogy. Kerekek fölé. Úgyhogy ide kellene majd, aj, bazza, de nagyon-nagyon nem egyszerű ám. Hogy tényleg valami hiteles kialakítású legyen. Itt-ott még biztos, hogy kell faragni. Valaki meg jött hozzánk sajnos. Nem kell abba hagynom a gameplayt. Valami hasonló.
És ez úgy van megcsinálva, hogy a kerekek fölé bejön. Szóval... Valahova ide kellene raknom ide egy konzolt. Hú, de nem egyszerű, nem egyszerű. Próbálok rájönni ám, hogy hogy hozzam össze itt a kettő dolgot, amit itt, amivel itt szenvedek. Ez nem tudom. Igen, mondjuk egy kicsit magasabb lesz a futóműrész, mert ugye ez így most nagyon lenn van. És ez nekünk nem lesz jó, hogy ilyen lenn van. Nem megültetett Verdáról van szó. Na, valami ilyesmire gondoltam. És akkor ezt itt ki is venném. És ide kicserélnem ilyenre. Na, valami ilyesmire emlékszem én. Ugye? Ilyesmi alakja volt? Valami ilyesmi volt. Egy kicsit lehet hosszabb volt a hátulja. Most lehet, hogy majd át kell dolgoznom. Na mindegy. Egyelőre ez így szerintem korrekt. Rendszert alkot. Jaj. Jaj! Jaj! Oké, valami hasonló. Jó, most már szimmetrikus, ugye? Fú, ez nem lesz kicsi az a Verda. Jó, srácok! Szerintem ez így hasonlít. És akkor ugye ide van valahova hátulra akasztva. Neki nagyon hátulra van akasztva a cucc. Lehet, hogy egy picit még nyújtunk is a kerekeken, hogy egy picit hátrébb kerüljön. De szerintem jó. Szerintem jó a dolakja. Jó az alakja, ugye fel lesz diszítve, meg lesz csinálva, ez egy jó konstrukció lesz. Hát azzal fogunk szopni, ugye, hogy a futómű rendszert azt meg kéne csinálni. Ja, egy kicsit lehet, hogy hátrébb tolom a kerekeket, várjatok? De amúgy az első kerékre bőven ráflóg az a kaszni rész. Úgyhogy az úgy olyan. Nem csak nem ez. Gombokkal össze vagyok keveredve még, baze. Talán jobb, nem? Na jó, hogy a nagy kerekekkel kezdtem el. Azért ez kell neki az a kerék, hallod? A gyerekek ezt várja. Te sagyi. Ez nagyon monstrum most. Nagyon durva. Nagyon kemény, hallod? Viszont egy kicsit várjátok, rakjunk egy ülést le, hogy lássuk, hogy mekkora az akkora. Ugye két ülés az nagyon korrektül el fog férni. Jó lesz ez. Jó lesz ez, ott a két ülés, vezető ülés, ide berakjuk. Hátulra meg csinálunk egy ilyen pod sort. Tudjátok, ott az van. És gyakorlatilag igazából alulra be lehetett mászni valahol, de szerintem itt ez a része egy kicsit rövid. Itt ezt lehet, hogy meg kell hosszabbítanom, meg kell szednem az egészet, és ezt legalább egy blokknyi hosszabbítás kéne neki. Ja, ez egy kicsit rövid. És ugye itt van, mert úgy volt, hogy itt van valahol a padlószint, valahol itt, és akkor a padlószint alá itt hátra be lehetett bújni, és ott hátul ki lehetett jönni. Oda be lehetett kuparogni. Ide kell ugye az emelőszerkezet. Meg az eleje is egy picit, mint hosszú lenne. Az elejéből is lehet, hogy ki kéne vennem. Azon filózok, gyerekék. Na, az hogy kell? Ja, így le kell rakni. Ja. Jó. Az elejéből lehet, hogy ki kéne vennem. De viszont, ja, az elejéből ki kell vennem, igen, hosszú, ez nagyon hosszú.
Annyira nem nagy kunsz kivenni belőle. Egyszerű az elejéből kiverni, mert csak annyit kell csinálni, hogy ezeket kiveszed. Bontod, és akkor hátrébb rakod egyet. Szerintem egy elég. Egyet kivenni. És akkor ennyi az egész. És akkor ugye voltak ezek a rácsok. Ebből kell kettő. Lengés csillapítótól félek. Biztos ez a rács volt, basszus. Elvileg. Ennyi volt a kivétel belőle. Ja, így barátibb. Hátulját kicsit meghosszabbítjuk. Abban se vagyok biztos, hogy meg kell hosszabbítani, mert most meg az arányok nagyon el vannak találva. És még az arányok nagyon el vannak találva. Mert kb. Egyforma hosszú az a része, meg az a része. Ugye itt jön fel valahol a kipufogó, kettő darab. Elég lenne, hogyha csak a leghátulján hosszabbítanék. Várjál, azt megcsinálom. Ha ide toldanék be egy kicsit, mindjárt azt megcsináljuk. Ide. Ide betoldunk. Így. Ezeket is kiszedem. Ezt meghosszabbítjuk, ezt a részt. Az idő jöhet. Jó, ezeket nagyon vigyázni kell, mit kezdek kivel, de vagy széjjelsebb. A franc egyen meg, hogy mindig rosszat nyomok. Oké. Okay. Na, ez most már barátibb, és akkor itt hátul volt egy ajtó, amit ki lehet bújni. Csak ugye ebben a játékban nem lehet kibújni, sajnos. Na, így mindjárt jobb, nem? Itt szerintem az arányok jók. Ugye itt volt az üléssor, itt volt a padlólevez, és akkor ide lehetett bebújni, igazából annyi volt benne a ráció. Még annyit akartam, hogy akkor ezt itt... Így. Valami ilyesmi volt. Jaj, de tetszik, jaj, de tetszik, more. És akkor itt lesz az az emelő szerkezet, a daru szerkezet. Mi jó, eddig szuperek vagyunk. Meg a V8 engine-eket kérem ugye megcsinálni. Ja, hát az egyik az itt volt alul. Itt volt alul. Magát a motorblokkot kéne ugye összehozni. Mondjuk a... Akkor ez úgy lenne jó, hogy mondjuk egy... Próbáljunk meg valamit kihozni belőle. Valami ilyesmi volt, elég jó kiemelkedett. És ugye a két darab cső volt mellett előre még ebből. Na várja. Azt meg akkor úgy kéne... Vagy magát a motort lógassam ki? Az igazi valós motort? Ez se lenne rossz. Rakjunk le egy motort. Csak az a baj, hát ez bócóhoz képest ez a motor. Úgyhogy nézzük meg inkább a csöveket, várjál. És egy kicsit rámegyek arra. Kellég, most nem kell. Hosszú egyenes cső, rövid cső. Ezekkel megnézzük, hogy ezek milyenek. Vannak itt még különböző csövek. És ezeket fogom most itt kísérletezgetni. Ez mekkora? Ez biztos nagy mi. Mindjárt meglátjuk. Jó, ne nézzük, akkor végignézzük őket. Hú, ez nagy. Ez jó, és ez milyen? Ez egy nagyon pici.
Aha. Ez tetszik. Ez ugye úgy lenne, hogy akkor az első az kettő cső, a hátsó az három. És akkor az egy szélesebb motoron lenne megcsinálva. Igen, hátul három csöves, az biztos. Úgy emlékszem. És ez egy magasabb is, majdnem kilógott teljesen. De hát akkor azt hogy csinálom meg? Ajaj. Szóval már négy az a baj. Ez sok. Hármat nem tudom megcsinálni, mert nem szimmetrikus. Mó. Nem jó ez, gyerekek, várja. Ezt mindenképp megoldom, hogy valami nagyobbnak tűnjön ez a az engine. Jó, sikerült kibányászom onnan. Na, alakul. Pedig az tényleg az egy háromcsöves rendszer volt, csak azt nem fogom tudni megcsinálni. Ó, te fiú, de kár. Meg annak a csövei, azok nem is, hogy rajt feküdtek ezen, hanem még följebb álltak. Nézzük meg, de ezek már nagyon picik. Valamit kitalálunk. Jó, lesz kettő cső itt is, aztán annyi. Nagyon magas, nem? Nagyon gagyi. Nagyon-nagyon magas. Van ám fém hang, vas hang, ahogy leesik. Az nagyon magas, az nagyon szar. Viszont jó hosszan álljon előre akkor legalább. Jó, hát fogjuk rá azot, lehet, hogy még alakítgatok, mert annyira nem jön be. Jó, és a festő résszel ugye, melyiket tudok festeni? Ezzel tudok festeni? Vagy mi ez? Ez a hegesztő rész? Nem, ez a festő, nem? Ja nem, ez nem a festő. Hát ez raj. Ja nem, ez az összekötő. Jó, oké. Közben rájöttem. Na, és akkor itt meg ugye, ráadásul ezen a részen vannak a kipufogók. Az is majd adni fogja. Viszont meg kellene csinálnunk, meg kell szerkesztenünk gyakorlatilag magát. Hú, a lengéscsillapító rendszer ugye meg kellene csinálni. Itt lesz ugye a... Ide kell ugye egy lengéscsillapító, meg kell csinálni az elejét, ami a gyakorlatilag ott lesz a... Minek nevezik azt? A tolólap. Ugye akkor ez elég, itt ilyen elég lapos. Ide itt lesz egy légszűrő, ugye itt van egy marha nagy légszűrő, meg azt hiszem a másik oldalt is egy marha nagy légszűrő. Két oldalt kipufogók, itt van a tolólap, ezek ugye majd ki fogják egészíteni. Sokkal érdekesebb és jobb lesz. Meg hát ugye magasabb lesz az egész jármű, mert hú de jó, hogy az offroad kerekeket választottam, gyerekek. Na, jó van, szerintem elbúcsúzom, mert egy gameplaybe ez semmiképp nem fér bele, így meg tudtok írni, hogy esetleg miket lehetne még hozzá dobni, miket lehetne változtatni. Mert szerintem egy blokkal lesz magasabb az egész rendszer. Na, köszönöm szépen a figyelmet. Itt ezt nem tudom, hogy lehetett elmenteni? Valami volt, ugye, hogyha nem is tudom, mit nyomtam. Aha. És akkor ilyenkor el tudom menteni? Var... Rig. Oké, szép. Jó, és akkor elmentettem, ugye? Nagyon jó. Na, hogyha valami gond van, gondolom, akkor innen tudja folytatni. Köszönöm szépen a figyelmet, remélem tetszett a videó. És akkor folytatni fogjuk a Mad Max Warrig építését, és a többi járművét is természetesen. Köszönöm szépen. Figyelmet még egyszer. Csá, csumi csőtészta.